Viszonylag ritka, hogy egy fogyókúrázó, diétázó nővel egy pizzériában találkozunk, és egy óriási pizzát hoznak ki elé. Belefér ez is a diétába? Hát hogyne. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy szenvedés, és tulajdonképpen állandóan meg kell gondolni, hogy mit veszel magadhoz. Hát azért ez nem egészen így van. Nyilvánvalóan oda kell figyelni az étkezésre, de egy pizza, hogyha nem egy ilyen hatalmas pizzát teszek meg, hanem azt mondom, hogy akkor most ezt hazaviszem a felét az én férjem Ferimnek, és majd ő megeszi, akkor azzal már tulajdonképpen elindul az, hogy a mennyiség maga az nagyon sokat számít. Ráadásul, hogyha hiány érzeted alakul ki, akkor érzelmileg fogsz enni. A hízás az nem a megfelelő nyersanyagoktól indul be, hanem attól, hogy rengeteg a rejtett cukor, stb. Ebben biztos, hogy nincs cukor például. Abszolút. És mi alakul zsírre? Na mi? Hát a cukor. Be kell iktatni olyan dolgokat, amelyek segítenek. Ugye az én módszeremben benne van szintén, nagyon fontos, hogy gyógynövényekből áll az, ami segít abban nekem, hogy sokkal gyorsabb legyen az emésztésem, mert ugye azért ebben a korban már, egy bizonyos kor fölött minden lelassul. Ez a bizonyos három gyógynövény, ami egyébként egymás hatását is erősíti, ez nekem nagyon-nagyon sokat segít a mindennapokban. Mit tud egy ilyen pizza esetében segíteni? Hát például gyorsítja az anyagcserét, ami nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy ugye miből fogyunk, ha már fogyunk, hogy az izomból vagy a zsírból. Ez abban segít, hogy a zsírból menjen le. A szuperost, az például abban segít, hogy nekem bőven elég két szelet pizza, és akkor jól lakom. Tehát a benne lévő rostok megdagadnak, kitölti a gyomrodat, és ezért kevésbé vagy éhes. De szereted nagyon a gasztrót, meg utaztok is sokat, gondolom azért elég sokféle konyhát szeretsz. A mi halászlevünk, amit karácsonykor készítünk együtt a barátokkal, az ilyen messzeföldön híres. Imádom az olasz konyhát, sajnos, vagy nem sajnos. A tésztákat is imádom, de nagyon-nagyon szeretem például a durumból, tehát az egészséges lisztből, egészséges módon készülő tésztákat is. Tudok helyettesíteni dolgokat. Mondtad, hogy nem vonsz meg magadtól semmit, akkor most ne vonjunk meg magunktól. Igen, most itt beszélek, közben pedig. Érjünk a lényegre.